a szót, elnök úr is, elnézést, ismét szót kérek. Kicsit csalódottan veszem tudomásra, hogy nem akarnak a kormánypárti képviselők részt venni ebben a vitában, nem akarnak válaszolni, és úgy látom, hogy államtitkár úr ismét csak a vita lezárását követően fog hozzászólni. Akkor én fölteszem a másik kérdésemet is. Ugye itt, ha jól emlékszem, az elmúlt hetekben kettő alkalommal váltottunk szót a vasúti mellékvonalak helyzetéről. Először nagyon komoly csalódást okozott nekem államtitkár úr, én konkrétan rákérdeztem meg a döntések előtt egy-két nappal, hogy igazak-e a sajtóhírek, hogy a kormány egy támadásra készül a vasúti mellékvonalak kapcsán, akkor államtitkár úr egy nagyon világos nemet mondott, hát csak egy-két napot kellett várnunk, hogy kiderül, hogy az MSZP-SZDSZ kormányoknak az útjára tévedt a Fidesz kormány is, és egy vidékellenes vasútromboló politikát indított el. De az elmúlt hetek tapasztalatai, én azt gondolom, hogy elég komolyak voltak. Ugye, ha jól számolom, 40 önkormányzat tiltakozott eddig a vasúti mellékvonalak elsorvasztása ellen. Közte viszonylag nagyobb településeknek a kormánypárti polgármestere is, sőt, láthatunk olyan bátor fideszes országgyűlési képviselőt, aki nyilvánosság előtt fejezte ki az egy szakmailatlan rossz döntés. És én annak is nagyon örültem, hogy a MÁV elnök vezérigazgatója is elismerte azt, hogy ezt a döntést felül kell vizsgálni. Hát én magam az ügyben valamennyi megyei önkormányzat elnökének írtam egy levelet, eddig 4-5 választ kaptam, és egy kivétellel valamennyi megyei, fideszes megyei elnöktől azt a választ kaptam, hogy hát várják azt, hogy ez a járványügyi helyzet elmúljon, és akkor ismét visszatérhessen az eredeti közlekedés a vasúti mellékvonalon. Hát és zárójelben jegyzem meg, hogy itt nyilván nem erről lenne szó, hanem végre egy olyan menetrendi rendszert kellene kialakítani, ami a járvány előtti időszaknál is jobb, érdemi alternatívát kínál a vasúton keresztül a vidéki térségben élőknek. És ugye az is elhangzott a MÁV elnök vezérigazgatója részéről, hogy itt a gazdasági megfontolások se egészen úgy igazak, ahogy azt mondta a kormánynak néhány képviselője, hiszen a pótló buszosztatás az 2 milliárd forint többletköltséget jelentett a MÁV-nak. Tehát, hogy itt most ez nem csak egy szakmaiatlan és vidékellenes, vidékromboló lépés volt, de még gazdaságilag is irracionális. Államtitkár úr, véget ért a veszélyhelyzet. Mikor vonják vissza ezt a gyalázatos intézkedést, és mikor alakítanak végre ki egy olyan rendszert, hogy a vasúti mellékvonalak betölthessék a méltó szerepüket a magyar vidék közlekedésének ellátásának a szerepében. Köszönöm szépen előre is a válaszát.